Mátyás Gergő vagyok, és hogy a rendszeres testmozgás az ne csak egy újévi fogadalom legyen, akkor hoztam nektek három példát arra, azzal kapcsolatban, hogy például engem mi motivál arra, hogy rendszeresen testmozogjak. Az első példám az számomra, hogy a rendszeres mozgás segíti az állóképességemet, sokkal jobban bírom így a hétköznapokat is. Erre például hoztam olyan példát, olyan mozgásmintát, ami engem többször jól motivált arra, hogy tényleg folyamatosan mozogjak. Ez a kettő ugye egyszerűnek tűnik kívülről, de például az, hogy most tegyük fel törökülésbe a két karommal megtartom magam, azért ez is időkérdése volt. Jó, még most sem megy a profi. A másik meg például az egy kicsit ilyen balanszgyakorlat, meg motoros rész is, hogy jobban megtartsam magam. Ehhez is ugye időre volt szükségem, és ami ugye jobban motivál engem például, hogyha nem csak fizikálisan teszem magam rendbe, hanem lelkileg is. Ehhez például nagyon jól tud jönni egy akár masszázs is, és egy szaunahely is. Inkább meg is mutatom. Na, hogy megmutatom a szaunát is, például ez is nagyon jó, akár meg a masszázs is preventív jelleggel, hogy akár ilyen mozgásszervi problémákat megelőzzünk ezzel kapcsolatban, és tényleg, hogy fitnek érezzük magunkat, jobban bírjuk a hétköznapokat, jobban bírjuk például akár a stresszkezelést is, és például egy ilyen szép helyeken is lehet kipihenni magunkat, az évidőnket megcsinálni, és remélem eléggé motiváltalak arra, hogy az évvégi ígéretedet betarts, és ne csak úgy elszálljon, mint szürke szemára körben. Remélem eléggé motiváltanak téged. Szia!